Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk. Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Köszönöm! Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat itt a stúdióban, és persze odahaza a képernyők előtt. Mit is mondhatnék? Jó, mi? Kicsit jobb, mint két hete, nekem mondják. Szóval az a helyzet, tisztelt hölgyek, urak, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség harmadszor kétharmaddal megnyerte a választást. Innen indulnánk, jó? A mai estének neki. És pusztán a jó érzés véget, meg azért, mert épp egy hét telt el, meg fogjuk nézni a választás éjszakájának izgalmasabb pillanatait. Minden esetre azt már most az elején szögezzük le, hogy emlékeznek még, mit mondott Gyurcsány Fletó a választás előtt? Azt mondta Gyurcsány Fletó a választás előtt, hogy a jobb oldal ki fog kapni a választáson, de nem fogjuk elviselni az eredményt, és majd zavargásokat fogunk szítani, és törni, zúzni fogunk, és hisztériázni, és itten káosz lesz, meg vér fog folyni. Ezt mondta? Ezt mondta. Akkor ezt jól jegyezzük meg, mert majd a végén erről is szót fogunk ejteni. De addig is, mint említettem volt, emlékezzünk egy kicsit, jó? Érezzük jól magunkat, úgyhogy azt javasolnám, elsőként nézzünk meg az imént már emlegetett Gyurcsány Ferencet a választások éjszakáján. Gyurcsány Ferenc nagy találkozása következik a kígyókkal. Elfogadhatatlan. Ugye az egyébként a kihívásoktól állítólag nem félő miniszterelnök kormánya képtelen megoldani, hogy emberséges körülmények között szavazzanak emberek, és ebben a pillanatban is vannak még olyan szavazókörök, ahol kígyóznak. Nem olyan bonyolult dolog ez, szóval őszintén szólva nehéz elképzelni, hogy hogyan tud valaki egy országot vezetni, ha képtelen megítélni, hogy pár ezer ember hogyan tud tisztességgel, normálisan, nyugodtan szavazni? Édes, drága szíveim, azért belekapaszkodnék az én Ferim legutolsó kijelentésébe. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, ha Feri egyszer tényleg eltűnik végleg, én zokogni fogok. Hát ki? Hát te, mondom, ötötször mondom, hát Buster Keaton a fasorban nincs. Hát Latabár Kálmán sírva könyörögne a receptér, hogy hogy tud valaki ennyire szórakoztató lenni. Feri, soha ne tűnj el, Feri, maradj velünk örökre. De minden esetre ugye a végén azt mondom, nem bonyolult dolog ez. Meg hogy hogyan tudna vezetni egy országot, aki azt képtelen megoldani, hogy itt a szavazókörökben ne legyen sorbaállás. Hát Ferenc testvér, a helyzet a következő. Tényleg nem olyan bonyolult dolog ez, viszont képzeljük el, hogy hogyan tudna vezetni egy országot az, aki gyakorlatilag egyetlen mondatot képtelen kimondani. Másrészt pedig 2010-ben, 2014-ben ugyan ilyen sorok álltak a szavazókörök előtt. És csak azért érdekes, mert például a 10-es választást még ők szervezték, ők rendezték. Nehezen tudnék elszakadni attól az emléktől, hogy a 2010-es választáson este 10 után még minden stúdióban, mint most, én megéltem magam, hülyén ültünk, mert senkinek nem volt semmilyen információ, illetve volt, csak nem beszélhetett róla. Egyébként most is így jártunk. Mondják édesanyámék meg az ismerősök, hogy amikor elindult az Echo TV választási műsora, ugye a Bálnában voltam én Szabó Anettel, állítólag olyan színem volt, mint egy lepedőnek, és összeomolva ültem, ilyen 7:30 környékén, hát persze, hát fogalmam se volt semmiről, ellenben mikor 8:40-kor megtudtam az eredményt,
ellenben nem mondhattam még semmit róla, de anyám azt mondta, hogy az egész ország megnyugodott, aki minket nézett, mert állítólag így leordított az arcomról, hogy valamit sejtek. A többiek is sejtettek valamit, és talán az este legdühösebbnek szánt, és éppen ezért legszórakoztatóbb bejelentését szeretném, ha közösen megtekintenénk. Fekete Győr András következik, a Hős cincér, aki aztán irtózatosan megfenyegetett bennünket. Nézzük meg őt! Érezzük, amit éreztek! Rendkívül csalódottak vagyunk! Fáj ez, ami történt! És nem tudunk gratulálni a Fidesznek! És nem tudunk gratulálni Orbán Viktornak! Hát fájt ez nekünk, hogy András nem gratulált. Egyébként a mi Andrásunk ugyanezen a beszédében azt közölte, hogy nem fog 2022-ig fennállni a rendszer. Na ekkorig, hű, de megijedtünk. Akkor András azt mondja a maga 2,5%-os teljesítményével, hogy nem fog fönnállni a rendszer, meg Gulyás Marci is. Egyébként nem tudom, megfigyelték, ezeket valahol ugyanabban a gyárban csinálják. Pont ugyanúgy néz ki mindegyik. Tényleg nem tudom, két gyár van. Mint a Twix, ugye? Van a jobb Twix, meg a bal Twix gyár. A jobb Twix gyárba készülnek a Márki-Zay Péterek, meg a Molnár Csabák. Az mind ugyanolyan. És a bal Twix gyárban készülnek a Gulyás Mártonok, meg a Fekete Győr Bandik. A nyírott szakálkával. Amely nyírott szakálkában az üresség neszez. Miközben elmondják, ugye, hogy akkor most majd a rendszer nem áll fönn 2022-ig, mert majd ők jönnek és csinálnak valamit. Óriási. Látták a gyaloggaloppot? A fekete lovag megvan? Van ugye a fekete lovag a gyaloggalopba, imádom azt a jelenetet, mikor fekete lovag őrzi a hidat, és Artúr király át akar kelni. És mondja a fekete lovag, hogy itt nem fogsz átkelni, és akkor elkezdenek vívni. És Artúr király levágja a fekete lovag mindkét kezét és mindkét lábát. És a kis csonkot ül a földön, és azt ordítja Artúr király után, hogy gyere vissza, te gyáva, leharapom a fejed. Na. Ilyenek a bandiék. A kis nyírott szakálkával ott kicsit még óberkodnak, gyere vissza, leharapom a fejed. Miközben élvezzük az előadást, egy pillanatra se felejtsük el, hogy a bolsevik az tényleg nem tűnik el, az csak átalakul. Ezek az örök bolsevikok. Miről ismerszik meg a bolsevik? Ugye már a név jó, meg a történelmi háttere. A bolsevikok egyszer csak elkezdték magukat bolseviknak, vagyis többségnek nevezni, miközben ők voltak a kisebbség. Ugye innen indultunk. Mindig azóta ugyanezt játsszák. Bolsevik, jakobinus, manapság liberális, anarchista, ez ugyanarra a kaptafára van felhúzva. És ugye, ha nem megy választásokon a dolog, ha éppen kikapunk, hát akkor majd megcsináljuk máshogy. Na ez a bolsevik mentalitás. És nem tudom, feltűnt-e önöknek a vasárnapi választás napja. Ugye, reggeltől özöllik a nép, a szavazó helységekbe. Ezek sorra jönnek, a demokrácia ünnepe van. Megvannak-e? Egész nap már se hallottuk. A demokrácia ünnepe. Megy a nép. Óriási a részvétel. Most aztán megy a nép, hogy leváltsa a diktátort. Vége a rendszernek. Csodálatos. Mindegyik el volt ájulva. Hát egyesek odáig jutottak, hogy megfenyegették a köztársasági elnököt, hogy ne merészeljen ezt meg azt csinálni. És emberek, este 10-re kiderült,
hogy nem a demokrácia ünnepe van, hanem sötét diktatúra, és az is kiderült, hogy a nép az nem egy csodálatos és bölcs entitás, aki él a választójogával, egy frászt. A nép büdös, tanulatlan, ostoba bunkók gyülekezete. És ehhez mindössze az kellett, hogy a nép elmenjen szavazni, kétharmadot adjon nekünk, és ezeket meg elzavarja az édesanyja keservébe. És azonnal kiderült, hogy micsoda büdös bunkó a nép. Na, innen ismerszik meg a bolsevik. Meg onnan, ha már emlegettem, nézzük meg, mert annyira jó látni, idézzük föl Karácsony Gerit, hogy milyen kis mérges, duli-fuli kismalac volt délután, vasárnap, mikor kijött a választókörzetből, és elmondta államelnöknek, hogy mit szabad és mit nem. Nézzük csak. Már most szeretném fölhívni a figyelmét arra, hogy ezt még egyszer nem teheti meg a választás után. Amennyivel választópolgárok megvonják Orbán Viktortól a parlamenti többség lehetőségét, Orbán Viktor nem lesz miniszterelnök ebben az országban, és Áder János felszólítom, hogy meg ne próbálja azt, hogy neki ad kormányalakítási megbízást. Na, mi? Milyen szigorú srác a Karácsony Geri, mi? Akkor most csak a jó érzés véget. Nézzük meg akkor azt is, amikor este van már. És este van már kiki nyugalomba, feketén bowlingot az Eperfalombia. Na, nézzük, Geri, este, hogy viszonyult a dolgokhoz itten a fenyegetőzés után. Nyilvánvaló, hogy az eredmény messze elmarad attól, amiben hittünk, amiért dolgoztunk. És nyilvánvaló, hogy nagyon jó szívvel gratulálna a vesztes a győztesnek. De sajnos Magyarországon ezt nagyon nehéz megtenni. És nem azért, mert kicsinyesek vagyunk. Nekem is az legutolsó lenne, ami eszembe jutna, hogy a Geriék kicsinyesek. Hát ugyan már, hát ilyen nagyvonalú, ilyen gáláns, elegáns urakat, hát az ember alig-alig lát, mint Geriék. De ha már eljutottunk idáig, ugye megbocsátják nekem, a végére hagytam a megyszemet a tejszínhabon. Tehát eddig is jó volt, de az igazi most jön. Vona Gábor. Következik Vona Gábor a választás éjszakáján. Íme. A helyzet az, hogy a Fidesz megnyerte a választásokat. A Jobbiknak, nekem a Jobbik miniszterelnök jelöltjének, a Jobbik elnökének ezt a mai este el kell ismernem. De mivel azt ígértem, hogy ha nem a Jobbik nyeri a választásokat, akkor én lemondok és benyújtom a lemondásomat, és mivel szoktam tartani szavamat, természetesen tartom most is, vagyis benyújtom a lemondásomat. A holnapi napon délután a Jobbik elnöksége összeülés, meg fogjuk tervezni az előttünk álló feladatokat, hogy milyen feladatok állnak a Jobbik előtt. Egy isteni tervezésen lehetünk túl. Már akkor mondtam, hogy sok mindent megadnék, ha kisegér lehetnék, és végighallgathatnám a Jobbiknak ezt a kis elnökségi ülését. Mindenesetre a tervezés jól sikerülhetett, ugyanis Vona a tervezés végén bejelentette, hogy akkor képviselőse lesz, és örökre kivonul a politikából. Ezt persze azért senki ne vegye teljesen komolyan. Ha engem kérdeznek, ha tippelnem kéne, akkor most az készül, hogy a Jobbik szinte biztos, hogy ketté fog szakadni. És akkor lesz egy ilyen radikális Jobbik, ugye vissza a gyökerekhez, Torockai, Novák előtt, stb. És lesz egy ilyen cica simogató Jobbik, és akkor majd az a cica simogató Jobbik fog tartani feltehetőleg egy kongresszust vagy nagygyűlést, ahol mindenki meg fogja szaggatni a ruháit és hamut fog szórni a fejére, hogyha nem jön vissza a Vona Gábor, akkor ők kollektív öngyilkosságot fognak elkövetni, és Vona Gábor valószínűleg engedni fog a nép ellenállhatatlan nyomásának, és így fog visszatérni. Minden esetre, ez egy hangsúlyozom, ellenőrizhetetlen az információ, de nagyon belső körből kaptam, és csak önökkel osztom meg, úgyhogy ne terjesszék.
állítólag a választás éjszakáján három alak, akiket úgy szoktak emlegetni, hogy a három mackó nadrágos, ez a Simicska Lajos, a Csintalan Sasa, meg a Schlecht Csabi, aki ugye ki lett nevezve a magyar nemzet élére, ők hárman, a három mackó nadrágos, mert úgy szoktak járni. A választás éjszakáján összeröffentek, és hajnali háromig ittak. Megfelelő állapotba is kerültek, és az informátorom azt meséli, hogy mielőtt Lajos nyugodni tért, még fölhívta Vonát, és reggel 9-re berendelte magához. Gábor megérkezett, és az első mondata úgy szólt Lajosnak, hogy az Audi kulcsot add le a titkárnőnek. Kérem, egy politikai karrier vége. Újra előről kell kezdeni Fiat Puntóval. Az élet nehéz. Mi ezt mindig is mondtuk, mikor Gábor jelentkezett polgári körbe 2002-es bukás után, mert ugye hozzánk jött, csak az volt a baj, hogy Gábor úgy tervezte, hogy jelentkezik a polgári körbe, és ezt követően jövő héten már ő lesz az Orbán Viktor helyettese, és aztán nagyjából két hét múlva Viktor lemond, és átadja neki az elnöki posztot. Miután ez nem sikerült, Gábor úgy döntött, hogy önálló pályára lép. Az eddig tartott, és most elvették az Audi kulcsot, az élet harc. Ugye, Hatházi kollega is lemondott. Hatházi kollégáról azt kell tudni, amit egy pártársa mondott róla, azt mondta egy pártársa Hatháziról, hogy kétféle embert ismer. Az egyik az, akit a Hatházi már elárult, és a másik az, akit a Hatházi ezután fog elárulni. És ezt azért fontos tudnunk, mert tényleg az emberek, az áruló az áruló. És ezt az ókorban is tudták, és az ókorban az árulót eképpen is kezelték. Még azok is, akiknek javára árult el valakit. Efi Áltész története megvan. Efi Áltész volt az, aki Xerxész hadait Leonidas király hátába vezette a hegyen át a kecskeösvényen, és a 300 hős spártai így lelte halálát a termopülai szorosban. És Efi Áltész Xerxésztől az árulásért cserébe annyi aranyat kért, amennyit elbír. Ez meg is lett neki ígérve. És mikor megtörtént a dolog, akkor Xerxész elevenen megnyúzatta Efi Áltészt, majd a kiterített bőrét megtömte arannyal. Tökéletes megoldás. Na most visszakanyarodva Efi Áltész Hatházira, ugye azzal kezdte, hogy elárult minket. És most a választás éjszakáján már sikeresen nekiállt elárulni a sajátjait, mondván, ha még emlékeznek, hogy ők azért szerepeltek ilyen rosszul, mert a Siffer András meg a Sallai Jer Benedek az milliós perekkel fenyegetett meg mindenkit, aki visszamer lépni más jelölt javára. Imádom a fiút. És azóta kiderült az is, hogy már hónapok óta ilyen etikai eljárás zajlik a saját pártjában ellene. Na, ő a Hatházi. Ha majd egyszer ki kell tömni, arannyal szólok. Segítkezzünk ebben a buliban. És akkor, tisztelt hölgyek, urak, ugye azzal kezdtem, hogy Gyurcsány Fletó a választások előtt azzal fenyegetett bennünket, nem, azzal fenyegette saját magukat, hogy majd mi nem fogadjuk el a választás eredményét, és zavargásokat fogunk generálni. Ugye abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy ez az adás vasárnap este kerül a nézők elé, a felvétel viszont péntek délután zajlik. Most valljuk be férfiasan, péntek délután van. Így nem tudjuk, hogy holnap mi fog történni Budapest utcáin. Csak azt tudjuk, hogy tüntetni mennek, azt tudjuk, hogy mindenféle pletykák keringenek arról, hogy kiket hívtak be, meg mire készülnek, milyen provokációra, hogy mindenképpen ki akarják hozni a rendőrséget a sodrából, stb. Stb. Ezeket tudjuk, a végeredményt még nem ismerjük, de
Azt gondolom, hogy a végeredmény nem ismeretében is. Talán egyetértenek velem abban, önök is, és mindenki odahaza a képernyő előtt, hogyha már most leszögezzük. Ez nektek, gyerekek, nem fog sikerülni. Mert nem fogjuk hagyni. És már most szólok, nem ismerve, hogy mit művelnek szombaton, meg hogy mire készülnek, de már most szólok, ha tényleg lángba akarjátok borítani a fővárost, vagy akár az egész országot, akkor újra meg fogunk érkezni. És lehetőség szerint még többen, mint voltunk március 15-én. Úgyhogy figyelmezzetek erősen, mert sem, hogy is mondta a miniszterelnök úr, sem balekok, sem gyávák nem vagyunk. Ez a helyzet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, itt is és odahaza a képernyők előtt is. Nagyon messzire ne menjenek, mert hamarosan következik a második rész. A vendégem pedig itt a stúdióban Rogán Antal lesz. Úgyhogy hamarosan jövünk vissza. Köszönöm. Folytatjuk az adást, vendégem a stúdióban Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke. Szervusz! Szervusz! Jó estét kívánok! Ugyebár engedjünk meg magunknak annyit, hogy egy kicsit örüljünk. Legalább az első egy-két percben örüljünk. Antal, megnyertük kétharmaddal harmadszor. Ez egy befejezett múlt idő. Muszáj megkérdeznem, saját magamból kiindulva. Számították kétharmados győzelemre? Mert én nem. Nem, ez a munka elragadta az embert azokban a hónapokban, tehát csak az számított, hogy minél több emberhez eljutni, minél többször elmondani, fegyelmezetten megcsinálni, és az ember tudja, hogy a jól végzett munkának eredménye van, de amikor látja, hogy mekkora az eredménye, akkor azt persze mindig egy eufóriával és örömmel tölti el. Ilyen volt az április 8-ai este. Azért az egy nagyon komoly felhatalmazás az emberektől, hogy ilyen magas részvétel mellett a Fidesz-KDNP egymagában több szavazatot kapott, mint az összes többi parlamentbe bejutott párt együtt. Körülbelül 300 ezerrel több szavazatot kaptunk, mint a többi parlamenti párt együttvéve. Tehát ez egy óriási siker, de tudod, április 8-a után április 9-e jön, tehát utána folytatódik a munka. Az a helyzet, hogy mindjárt át is térünk április 9-ére, mert nem nagyon hagyják, hogy az ember örüljön. De még egy pillanatra itt maradva, én, ha nem is 9-én, de 10-én vettem a fáradtságot, és egy jó fél évre visszamenőleg megnéztem az összes közvéleménykutatási adatot. És azt kell mondjam, hogy ezt lőtték be, ezt mérték. Mindenki abban a sávban teljesített, ami meg lett neki előre mondva, csak valahogy a végén elkezdtük azt mondogatni, hogy mi ezt nem hisszük el, mert a közvéleménykutatók, társi adatok azok csalókák, meg csalnak. Hogy is mondjam, nekem csinálni kell, tehát nem kutatni, ezért nem tudok a kutatók vitáihoz hozzászólni. Egy valamit azt gondolom a végén el lehet mondani, ugye a kutatók nagyon sokszor mondták azt, és emiatt korrigálták az eredményeket, hogy azok az emberek, akik nem mondják el a véleményüket, akik úgymond titkolóznak, de elmennek választani. Na, azok mind az ellenzék szavazói, mert úgymond a szörnyű diktatúra miatt merik elmondani, hogy az ellenzékre szavaznak. Valójában szerintem most már látszik az eredményekből, hogy nem ők a vélemény diktatúrától féltek. Tehát attól féltek, hogy egyébként a sajtó egy jelentős része cikinek állította be, hogyha valaki őszintén azt mondja, hogy én nem kérek bevándorlókat. Világ. És ezt nem merték elmondani valójában, és ez tükröződött most a választási eredményben. No, akkor jöjjön a, amit kevésbé szeretek.
Te is úgy fogalmaztál, hogy 8-a után 9-e van, és ebben minden benne van. Egyebek mellett benne van az is, hogy miközben ez az ellenzék, mondjuk Gyurcsány Ferenccel az élen, a választások előtt azzal vádolta meg a kormányzatot, hogy ha majd kikap, akkor nem fogja elfogadni a választás eredményét, és utcai zavargásokat fog kezdeni, stb. Stb. 8-án kaptak egy szabad szemmel is jól látható zakót, és aztán úgy döntöttek, hogy akkor nem fogják elfogadni a választás eredményét, és utcai zavargásokat csinálnak. Nézzük először a elcsalták a választást típusú mondatokat. Szerintem ők is tudják, hogy amit mondanak, az nem igaz. Ez egy politikai bolhacirkusz. Amit az a tény mutat, jól, hogyha megnézed, akkor a választási bizottságoknál semmivel nincsen több jogorvoslati kérelem egyébként, mint az átlagos. 4 éve, 8 éve, 12 éve, nagyjából hasonló átlagszámban futottak be egyébként ilyen típusú észrevételek. És ha olvasom a cikketek, akkor ők is tudják, hogy természetesen erről szó nincs. Ráadásul a különbség olyan meggyőző, hogy egy-két szavazókörben történtekből nem lehet kiindulni. Mi magunk is tettünk több eljárási jogi panaszt. Tehát volt olyan hely, ahol a Fidesz képviselőit kihúzták a listáról. Méghozzá Újpesten. Igen. Tehát több ilyen is volt, mi is megtettük ezekben. Ezeket kivizsgálják, és ezeknél természetesen végigmegy a szokásos választási eljárási törvényben rögzített eljárás, de ezek semmilyen formában nem érintik érdemben az eredményt. Én azt gondolom, az ellenzék a felelősség elől menekül, mert nekik valahova el kell bújni egyik oldalról, hiszen különben felmerülne az a kérdés, hogy a választásokon valójában nem a kormányt, hanem az ellenzéket váltották le. És a miniszterelnök úrnak az országértékelőre elmondott szavai, azok teljes egészében valóra váltak. És úgy látom, hogy ezzel nem nagyon szeretnének szembenézni. De egyébként ez a vita, szerintem hozzátartozik a demokráciához. Már a demokráciában mindenről lehet vitatkozni, erről is lehet vitatkozni. De attól a tények, azok faktumok, Magyarország döntött. És ez a döntés az új parlamentben majd nyilvánvalóvá is válik. Természetesen, hogy végigmegy az összes jogorvoslati eljárás, az új országgyűlés május elején, valószínűleg a 8-a környékén megalakul. Az teljesen igaz, amit mondtál, hogy a demokrácia egyebek mellett onnan ismerszik meg, hogy az ég egyadt a világon mindenről vele lehet vitatkozni, ezzel nincs is baj. Tüntetni is lehet. Minden ér meg minden ellen, azzal sincsen baj. De ugye most szombatra már bejelentették az első tüntetést. Őszintén szóval nem tudom, hogy mi az apropó, de tüntetés lesz. Viszont szinte óhadatlanul felmerül az emberben mondjuk a szerb választások utáni helyzet. Amikor megpróbáltak egy olyan helyzetet teremteni az utcán, hogy a teljesen legitim, teljesen európai, normális választások végeredményét mégis valahogy megváltoztassák. Ez a cél itt, Tony? De most nézhetnénk ezt két oldalról. De egyik oldalról, akik az urnáknál jelentősen alul maradtak, azok most megpróbálnak valamiféle tömegtámogatottságot maguk mögé húzni, és ezért természetesen szerintem nem egy, több tüntetést fognak szervezni. De ennél sokkal érdekesebb, hogy kik csinálják ezt valójában, kik a kezdeményezők, milyen pénzből teszik meg mindezt. Ha megnézed, akkor megint ugyanaz van, megint a soros hálózat dugta fel a fejét. Mert Gulyás Márton és cimborái azok oda tartoznak. És ők szervezik, Soros pénzeli, és természetesen az egésznek semmi más célja nincs, csak a választások legitim voltának a megtámadása, nyomásgyakorlás a kormányra, amihez egy nemzetközi színpadon mindenféle eszközökkel még ácsolnak további támadásokat, mert ugye a magyar országgyűlés, az például a csütörtöki napon, nem az Európai Parlament Libe Bizottsága, majd a Magyar Országgyűlésnek is kell ezzel foglalkozni. Az Európai Parlament Libe Bizottsága a csütörtöki napon foglalkozik a úgynevezett Sargentini jelentéssel, ami megint csak a soros szervezetek által megírt jelentés, az ő hazugságaikat ismétli vissza, és ezek most mind fognak jönni csőstül. Egy állandó nyomásgyakorlási kísérlet lesz. Ennek kettős célja van. Az egyik célja az az, hogy lehetőleg valahogy ránk nyomást gyakoroljanak, hogy az új európai bevándorlási jogszabályt ne vétózzuk meg. Az ugye júniusban fog érkezni majd az európai kormányfők elé. Ez lesz az első nyomásgyakorlás ebből a szempontból. A második nyomásgyakorlás pedig arról fog szólni, hogy jövő tavasszal európai parlamenti választások vannak májusban. És az európai parlamenti választásokon egész Európában az emberek először véleményt mondhatnak a bevándorlás kérdéséről, amit kínosan kerültek eddig a hölgyek, urak és elvtársak. Most erre sor fog kerülni.
És mivel látom, hogy az összes európai választáson, minden egyes országos választáson, minden európai országban az eddig volt téma volt, azért egész Európában ez lesz a fő téma. És ha az európai emberek véleményt mondanak, akkor lehet, hogy el fogják zavarni azt az elitet, amelyik ezt az egészet csinálja. És most ezeket meg fogják próbálni megvédeni, minden a bevándorlást ellenző kormányon óriási nyomás lesz. Mindenkit támadni fognak. Minket is, az osztrákokat is, hát nézd meg Ausztriában, a Kurz kormány megalakulása után 3-4 naponta voltak mindenféle tüntetések. Ez természetesen így lesz nálunk is, mert ezeknek egy politikai nyomásgyakorlás, lejáratás, ez a célja. És ezt csinálni fogják egészen addig, amíg egyébként az európai parlamenti választáson is az európai emberek nem hoznak egy jó döntést. Én bízom benne, hogy fognak, addig nehéz idők elébe nézünk. Az európai parlamenti választásokra azért még majd mindjárt visszatérünk, de egy picit még maradva itthon és a várható tüntetéseken. Nem félő az, hogy az elsődleges cél valamilyen, hogy vér legyen. Na, most nem tudom ezt jobban körülírni. Tehát kiprovokálni egy olyan helyzetet, amikor vérnek kell folynia, és akkor majd így rá lehet mutatni, hogy na, látjátok, íme a diktatúra. Hát Zsolt, nem 2006-ot írunk. A magyar rendőrséget felelős politikusok és felelős főkapitány vezeti. Nem azok, akik 2006-ban voltak. 2006-ban folyt vér az utcán a Gyurcsány kormány idején, amit persze ez akkor egy árva szót nem szólt ehhez az európai parlament, meg értelemszerűen senki más. Én azt gondolom, az elmúlt években is sok különféle tüntetés volt, és mindig tudtuk biztosítani a békét, a nyugalmat és a rendet. Én csak egyetlen egy valamit szeretnék kérni, és azt nyomatékosan, azt gondolom a magyar kormány, meg a kormánypártok nevében is mindenkitől. Legyen annyi demonstráció, amennyit szeretnének, de ezek legyenek békés tüntetések. Mert én azt gondolom, hogy a béke és a nyugalom az mindannyiunk közös érdeke. Csak békében és nyugalomban lehet azt megtenni, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét. Teljesen egyetértünk, ahogy az ember olvasgatja a különböző Facebookon keringő felhívásokat, egyre kevésbé tűnik úgy, hogy itt ő nekik is a béke megtartása vagy fenntartása a céljuk, de mindegy, hagyjuk ezt, majd meglátjuk. Egy pillanatra visszatérve az európai parlamenti választásokra, amely ugye jövőre esedékes, és ahogy te is fogalmaztál, én is azt gondolom, tényleg sorsdöntő is lehet, ugyanis nem nagyon szokott az lenni. Hát lássuk be, az eddigi európai parlamenti választásokban kit érdekelt. Voltak jelöltek, azt az ember a hazai belpolitikai párt szimpátiai szerint szavazott azt viszontlátásra. Most viszont, és nem csak Magyarország, hanem valóban egész Európában az első olyan pillanat következik el, amikor, ahogy te is mondtad, az európai nemzetek külön-külön, és aztán így összességében is egyszerre elmondhatják a véleményüket arról, hogy ők szeretnének migránsokat befogadni a továbbiakban is, vagy nem szeretnének. Gyakorlatilag az egész előző ciklusról, az egész előző brüsszeli politikáról most véleményt fog mondani Európa. Ha ilyen összefüggésben nézzük, és mondjuk nézzük a mostani Magyarországról szóló vitákat, meg a teljesen nyilvánvaló előre megírt forgatókönyv szerinti elítélésünket, meg a hetes cikkellyel való fenyegetőzést, és mindezt, kimondhatjuk azt, hogy jövőre majd lesz egy választás, és ez az egész így ad acta fog helyeződni? Én nagy reményt fűzök ahhoz, hogy ott az európai emberek is egy egységes és elég egyértelmű döntést fognak hozni. De attól még ez, hogy is mondjam, hidd el, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy vagy ne erről szóljon, vagy inkább ne lehessen őszintén beszélni erről a témáról. Ugye gyakorlatilag Magyarország azon kevés helyek közé tartozik Európában, ahol őszintén lehet beszélni a migrációról. Nézd meg, hogy mi zajlik. Hát az ENSZ, Brüsszel, most már az IMF is sorra bocsátanak ki olyan dokumentumokat, amikben egyszerűen a migráció az egy csodakenőcs. Minden bajra jó.
hol a munkanélküliséget gyógyítja meg, hol a népesedési problémát, hol a versenyképességi problémákat. Hol a nyugdíjra, hol a nyugdíjrendszer teszi rendbe. A migráció az egy csodakenőcs. Most hát így beszélnek róla, ez sugárzik mindenből. Természetesen ez egy hazugság. Nincsenek csodakenőcsök, ezt mindannyian tudjuk, és ráadásul a migráció az nem a bajok orvoslója, hanem a bajok okozója. Tehát újabb és újabb problémákat hoz magával, de ezekről őszintén beszélni. Ez milyen fenyegetés jelent a terrorveszélyre nézve, a kultúránkra nézve, a biztonságra nézve, vagy akár a versenyképességre, a gazdasági teljesítményre nézve, ezekről szinte csak Magyarországon lehet tisztán és őszintén beszélni. És még itt is támadják azokat, akik ezt teszik. Hát Európában nem cenzúra van, hanem egész egyszerűen ellehetetlenítik azt, aki őszintén beszél ezekről a kérdésekről. Anyagi és egzisztenciális értelmű fenyegetettség áll azokkal szemben, akik a migrációról őszintén beszélnek európai szinten. Most ez az európai embereknek elegendő lesz ahhoz, hogy egy tiszta és egyenes vélemény döntést tudjanak hozni, ez már kiderül. Én bízom benne, hogy igen, mert alapvetően nem lehet az embereket félrevezetni. De ezt csak 2019 májusában fogjuk megtudni, hogy milyen európai parlament alakul. Egy valami biztos, ott lesz egy olyan pillanat, amikor szerintem az, amit Brüsszel visz, az könnyen lehet, hogy megbukik. De nekünk addig következetesen ki kell tartanunk ebben a kérdésben, és most már ráadásul van hozzá egy óriási támogatottság, mert április 8-án a magyar emberek döntése egyértelmű volt. Sziklaszilárd és egyértelmű, mert lehetett azt mondani, érted, hogy a népszavazáson nem voltak elegen, és az nem volt érvényes. Meg lehetett azt mondani, hogy a nemzeti konzultáció az humbug, mert hiába csináltuk végig rendesen, tisztességesen, látható módon, és most a választási eredményből is látszik, hogy az emberek valóban elmondták a konzultációban is a véleményüket, ezeket eddig mindig letagadták, de a választási eredményt nem lehet letagadni. Meg lehet próbálni megtámadni, hogy most teszik meg minden egyéb, de letagadni, az semmilyen formában nem lehet. Ez nekünk adott egy erős felhatalmazást ahhoz, hogy a véleményünket szilárdan képviseljük a következő egyébben is. Az a kérdés, hogy az európai parlamenti választás elegendő erőt ad-e majd az európai politikusoknak, mert igazából azoknak kellene véleményt változtatni, akik ezt csinálják. Mert a helyzet az az, hogy én nagyon reménykedem benne, hogy az Európai Néppárt fogja megnyerni az európai parlamenti választásokat. Csak szeretném, ha azok a néppárti politikusok, akikkel egy szövetségben vagyunk, azok Spanyolországtól Finnországig bezárólag belátnák, hogy a választók azt kérik tőlük, hogy a helyes út az az, hogy most ennek vessünk véget, és a csodakenőcsöt dobjuk el. A csodakenőcsöt kínáló alkimistákat pedig sürgősen zavarjuk el. Mert erről szól a történet valójában. Annál is inkább, csak egy fél mondat erejéig azért térjünk már rá, ha a néppártot emlegetted. Az Európai Néppárt egy valami belga tagja most épp azt kezdeményezi, hogy a Fidesz zárja ki a néppárt a soraiból. Hát ez már nem az első ilyen kezdeményezés. Már volt egy másik korábban. Szerintem volt már vagy négy. Igen. Tehát ez rendszeresen előkerül. Ez azért van, az Európai Néppártnak van egy liberális szárnya, akik számára ez a politikai PC beszéd, az, hogy is mondjam, kötelező norma, és ott a legkeményebb cenzorként viselkednek, és az Európai Néppártnak van egy keresztény, konzervatív, jobboldali szárnya, hát a Fidesz és a KDNP ehhez tartozik. Orbán Viktor miniszterelnök úr pedig végképp. De én azt szoktam észrevenni, amikor az Európai Néppárt elnökség ülésén vagyunk, hogy azok, akik belül kötelezően elmondják a mantrát, azok kint kérnek a miniszterelnök úrtól a folyosón egy közös selfit, mert azért jó azzal dicsekedni a Facebook oldalon. Tehát valahol azért a mélyben ott rejtőzik az, hogy mindenki tudja, hogy nekünk van igazunk. Egy mondat erejéig még visszatérve a választásokra. Mit szólsz ahhoz, hogy az ellenzék, amely ezt az eredményt tudta produkálni, most ahelyett, hogy éppen szembenézne talán egy kicsit önmagával, ehelyett egyrészt a csalást kiált, utcai zavargásokat szervez, és leginkább hülyézi a magyar választópolgárokat. Ez a magyar nép, ez vasárnap este 7 óráig egy fantasztikus, csodálatos magyar nép volt, amelyik a demokrácia ünnepének keretein belül 70%-ban elment szavazni. Azt mikor kiderült, hogy ez a 70% elment szavazni és ránk szavazott, azonnal az is kiderült, hogy ezek büdös, bunkó, vidéki, falusi tahuk. Igen, hát 11 óra után radikálisan megváltozott a vélemény a magyar emberekről bizonyos pesti újságírói körökben. Igen.
De erre azt mondani, ez a zsurnalista tempó, ez visszautasítandó és egyébként felháborító. Nem lehet így beszélni az emberekről. Másrészt pedig Andineren egy kollega tökéletesen megírta, úgy fogalmazott, hogy az ellenzék nekiállt, és az ellenzék is hajtó nekiállt megnyerni a Fidesznek a 2022-es választást is. Nem, én azt gondolom, ők folytatják a választási kampányt. Tehát ha megnézed, akkor az a helyzet, hogy valójában ezek a pesti liberális újságírók voltak azok, akik a legkeményebben, szinte már az ellenzéki pártok helyett is politizálást folytattak, és most azt gondolom, őket érte a legnagyobb csalódás, ezt a frusztrációt élik ki így ebben a formában. És igen, nyilvánvaló, hogy ezt úgy fogják kiállni, megpróbálják átírni a véleményeket. És visszatérve az, amit mondtál a tüntetéseknél, őszintén megvallom, hogy én számítok arra, hogy a következő hetekben, ha nem is most szombaton, de a következő hetekben lesznek próbálkozások arra, hogy atrocitások legyenek az utcán, hogy egyébként békétlenség legyen, hogy erőszakos jelenetek legyenek, hogy zavargások legyenek. Ezt meg fogják próbálni, mert azzal próbálják meg majd aláásni a választás után a megalakuló parlament és egyébként a kormány legitimációját. És természetesen itt a lehető legnagyobb nyugalommal kell nekünk eljárni, de én arra kérek minden felelős politikai erőt, hogy ebben ne vegyen részt. Mert amikor az emberek döntenek, akkor az a felhatalmazás egyébként az ellenzékre is vonatkozik. Nekik voltak választóik. Azok nem azért szavaztak rájuk, hogy egyébként utána eldobálják maguktól a felelősséget, hanem azért szavaztak rájuk, mert egyébként azt akarták, hogy ők bemenjenek az országgyűlésbe, és ott képviseljék az ő álláspontjukat. És aki ezt nem teszi meg, az azt gondolom, hogy valójában szembeköpi az embereket, elárulta őket. Azok olyanok, mint a... Érted, amikor a patkányokkal együtt a kapitány is menekülös ügyedő hajóról. Tehát az őszintén szóval, azt kell, hogy mondjam, az a lehető leghiteltelenebb álláspont mindent egybevéve. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Tehát addig, amíg az emberek rám szavaznak, addig jó, amikor nem rám szavaznak, akkor nem jó. Uh-huh. Ilyent Orbán Viktor sose látta. Tehát Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke volt, elveszített egy választást, ott maradt a parlamentben, teljesítette a kötelességét és szolgálta a hazáját. Megint elveszített egy választást, tovább szolgálta a hazáját, mert nem zavarta az, hogy leszavazták, hanem azokat szolgálta, akik egyébként rávoksoltak. És amikor többségbe került, akkor is teljesíti a kötelességét és szolgálja a hazáját. Ez így normális. Vagy legalábbis ez lenne a normális. Másfél perc maradt, és ha már eljutottunk a szolgálathoz és Orbán Viktorhoz, a választás után szinte már az első napon felmerült az a mondat, hogy nem folytatódik az eddigi kormányzás, hanem egy új kormányzás kezdődik. Mit kell ez alatt érteni? Igen, Zsolt, mert ez nem lehet folytatás. Tehát minden ciklus új problémákat hoz magával. 2014-ben, amikor kormányt alakítottunk, akkor még nem volt Európában migráció. Nem volt az őrület, hogy le kell váltani a nemzetállamokat, és helyettük egy brüsszeli szuperállamot, egy Európai Egyesült Államokat kell csinálni. Most a magyar emberek nekünk adtak igazat, mi a régi céljainkat fogjuk képviselni, azért új szerkezetben, mert nem elég azt mondani, hogy nem akarunk bevándorlókat, hanem akkor azt kell mondani, hogy igen, amikre ők a csodakenőcsöt kínálják, azokra vannak más megoldások. Akkor igen, a népesedési problémát úgy kell kezelni, hogy még erőteljesebb családpolitikára van szükség. A családpolitikát fókuszba kell állítani a kormányzásba. Akkor azt kell mondani, hogy a foglalkoztatást másként fogjuk kezelni, nem munkaerőt akarunk importálni, hanem még több magyar embert akarunk foglalkoztatni. A teljes foglalkoztatottságot kell fókuszba helyezni. Ha arról akarunk beszélni, hogy egyébként olyan ország legyünk, ahol a gazdasági versenyképességhez például mindenki számára alacsony megfizethető rezsi hozzátartozik, akkor ezt is a politika fókuszába kell egyébként helyezni. Sok változás történt azóta, ez új struktúra és új emberek kellenek a régi célokkal. Ezért ez egy teljesen új kormányzás lesz, persze új emberekkel is, de a régieknek is van helye. Mert a miniszterelnök mindenki számára világossá tette a Fidesz és a KDNP, ez egy politikai közösség. És ebben a politikai közösségben feladatot osztanak, nem pozíciót. És mindenki a maga helyén, az új feladatával, vagy a régivel, de szolgálja a hazáját és ezt a politikai közösséget. És azt gondolom, hogy az adja a Fidesz-KDNP igazi erejét, hogy mi mindig is így egy közösségként tudtunk erre tekinteni. Azoknak az embereknek sokáig nincs helye a Fideszben, akik csak karrierre vágynak. Azok általában hosszú távon itt nem érvényesülnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk. Addig is a viszontlátásra.